Nyilvánosságra hozta a kormány azokat az összefoglaló jegyzőkönyveket, amelyek az Európai Bizottság kifogásait tartalmazzák a babaváró támogatással kapcsolatban. A dokumentumokból az látszik, hogy a magyar kormány február óta tárgyalásokat folytat Brüsszellel, hogy mielőbb megkapja az előzetes jóváhagyást a fiatal családokat segítő 10 millió forintos programhoz. Rétvári Bence a ma reggelben megerősítette, hogy július 1-én elindul a támogatás. Folyamatosan hoztak elő érveket, elsősorban ugye szelektív ez az intézkedés, hogy nem teremt versenyhelyzetet, és a többi, amik kicsit furák, hiszen itt egy családtámogatási formáról van szó, hogy 10 millió forint támogatást kapnak a családok, és hogyha megszületik a második gyerek, akkor a 30%-át nem kell visszafizetni, ha megszületik a harmadik gyerek, akkor a teljes összeget az állam átvállalja, tehát egy nagyon kedvezményes formáról van szó, amelyik nagyon nagy mértékben bízunk benne, hogy tudja segíteni a magyar családokat, és mégis gáncsoskodást, akadályozást látunk ebben az előzetes egyeztetési eljárásban.